Végre megjelent a 8500-as konkurszmetód Féder Orsó kis testvére, a 6000-es méretű konkurszmetód Orsó, ami azt gondolom, hogy a Benzer márka kínálatán belül egy hiánypótló modell lett. Az Orsó megjelenése tökéletesen illeszkedővé teszi a konkurszmetód termékcsaládba, ez a fekete arany szín azt gondolom, hogy rendkívül esztétikus és nagyon impozáns megjelenést kölcsönöz az Orsónak. Természetesen japán tervezésű, a Ryobi gyárában készülő Orsóról van szó, ennek köszönhetően a futása nagyon könnyed és légies, terhelés alatt is természetesen. Az Orsó alig több mint 330 g-os súllyal rendelkezik, ami ebben a méretben azt gondolom, hogy kifejezetten könnyűnek számít. Ennek köszönhetően akár a lágyabb, kifejezetten könnyű 360-as, 390-es botokra is tökéletes választást jelenthet. 5 plusz 1 golyós csapágy kapott helyet az Orsó belsejében, könnyített NCRT anyagú a háza, illetve fém a dobja, amiből rögtön 2 darab is került a csomagba, hiszen egy teljes értékű pótdobbal készül, illetve kerül kereskedelmi forgalomba a konkurszmetód 6000-es Orsó. A zsinór kapacitása abszolút alkalmassá teszi mind a monofil, mind pedig a fonott főzsinórral történő horgászathoz, hiszen 20-as monofil zsinórból 300 méter fér rá, ami azt gondolom, hogy egy tökéletes arany középút bárki számára. Fontos tudni az Orsóról, hogy 2 darab lekerekített, profin megmunkált fém zsinór klipsz kapott helyet mind a 2 dobján. Ezt főleg a versenyhorgászok fogják értékelni, hiszen nem egyszer előfordul versenyszituációban, hogy egy készséggel akár 2 táv karbantartása is szükséges. A fékje nagyon-nagyon precíz, én azt gondolom, hogy a Benzer Orsók között talán ennek van a legjobb fékje. Tökéletes átmenetet képez ez a fék a klasszikus, nagyon-nagyon precízen állítható hosszú fékutas modellek, illetve a kifejezetten gyors fékes Orsók között. Nagyon kényelmes állítani, és azt gondolom, hogy azok számára sem okoz majd problémát a fék használata, akik nem rendelkeznek még túlzottan nagy gyakorlattal a féder horgászatban. Összességében én azt gondolom, hogy árérték arányban egy fantasztikusan jó Orsó született, amit én elsősorban a versenyhorgászoknak, illetve az igényes felszereléseket kedvelő hobbipecásoknak ajánlok.